Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griffsider, a digitális legendárium podcastja. Engem Bajer Árpádnak hívnak, mai vendégünk pedig Hatos Pál, történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Intézetének vezetője. Szervusz! Szervusz, szervusz! Parancsolj, és üdvözlöm a hallgatóinkat is! Az Elfeledett Királyaink sorozatnak a zárásához érkeztünk. A mai uralkodunk IV. Károly, róla lesz szó. Hát úgy tűnik keretes ez a magyar királyok története, egy szent királlyal indul a történet, és egy szent királlyal zárul a történet. És még a legelején, a kezdő beszélgetésben, amikor arról volt szó, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki nagy uralkodó legyen, akkor elhangzottak szempontok, mint például uralkodjon hosszú ideig, legyen történetíró, aki megírja a történetét, nem árt, hogyha van néhány győztes háborúja. Hát IV. Károlynál ilyen szempontból nagyjából semmi sincsen. Gyakorlatilag néhány évig uralkodik, egy nagy háborúban lesz uralkodó, amit elveszt, szétesik a birodalma. Mégis miért van ő itt az elfeledett uralkodóink között? Picit vitatkoznék azzal, amit mondasz, hogy elfeledett uralkodó, hiszen egyrészt közel van, csak egy század választ el tőle minket, 101 éve halt meg, és ő volt az utolsó király. Az utolsó megkoronázott magyar király, az utolsó, aki valóban uralkodott, és akiről még nagyszüleink, dédszüleinknek lehetett emlékezete, és ne felejtsük el, hogy fia, Habsburg Otto, alig 12 éve halt meg, édesapjával ellentétben, akinek igazából 35 év sem adatott, ő neki 99 év adatott, ugyanúgy, ahogy édesanyjának, Zita királynőnek is majdnem 100 év bárt itt a földön. Azzal is vitatkoznék, hogy nincsen róla emlékezet, dehogy is, rengeteg angol, német és most már egyre inkább magyar nyelvű irodalom is rendelkezésre áll az utolsó magyar uralkodó és az osztrák-magyar monarchia, vagy egyáltalán az utolsó Habsburg uralkodó életéről és haláláról. Az természetesen igaz, hogy az utolsó uralkodó előtti uralkodó Ferenc József hatása, emlékezete nyilvánvalóan sokkal tartósabb, hiszen Ferenc József, aki IV. Károlynak, az utolsó magyar királynak a déd nagybátyja volt, 86 évet élt, tehát nagyon-nagyon hosszú időt élt, ahhoz képest, ami ugye akkoriban az átlag életkor volt, bár ironikusan hozzátenném, hogy nagy ellenfelei is hosszú életet éltek, Kossuth Lajos ugye 92 évet, Görgei Artúr ugye 98 évet élt, tehát a szabadságharc politikai, illetve katonai vezetői, de uralkodásban is a rekorderek között tarthatjuk számon Ferenc Józsefet, hiszen 1848 karácsonyától, decemberétől 1916. november 21-én éjjel álmában bekövetkezett haláláig uralkodott, megkoronázott magyar királyként azonban csak 1867-től a magyar közjog, a magyar alkotmányos hagyomány Ferenc Józsefet csak a kiegyezés után koronás királyként ismerte el. Éppen ezért van IV. Károlynak is ilyen élénk, és bizonyos értelemben máig megosztó emlékezete, hiszen ő is megkoronázott magyar király volt, 1916. december 30-án koronázták meg. Az utolsó magyar király koronázásról rengeteg emlékünk van. Az egyik legnagyobb magyar író, híres erdélyi arisztokrata, Bánfi Miklós volt ennek a ceremóniamestere, megrendezője, filmfelvételek vannak, és pontosan ez a talán legfontosabb, a magyar történeti alkotmánynak legfontosabb aktusa, a király koronázás, és ennek az alkotmányi jogilag teljesen kifogástalan volta, teszi azt, hogy Károly királynak a visszatérési kísérletei 1921 húsvétján és 1921 októberében máig megosztják a történelmi emlékezetet, igaz, egyre halványulóan. Tegyük hozzá, Magyarország 1946-ig úgymond királyság volt, de király nélküli királyság volt, hiszen Károly király bukása után, a második visszatérési kísérlet kudarca után
a Magyar Országgyűlés, egy nemzetgyűlésnek nevezték, elfogadott egy detronizációs törvény Horthy Miklós kormányzóság alatt, annak a Horthy Miklósnak a kormányzósága alatt, aki ugye Ferenc Józsefnek szánsegédje volt, aki katonai karrierje szédítő magasságait negyedik Károlynak köszönhette. Szóval ő alatt, és nem a kommunisták, nem a szocialisták, nem Károly Mihály alatt osztották meg a Habsburgokat a trónjuktól. Irónikusnak tűnhet, de igazából 1918. november 16-a óta Magyarország de facto köztársaság, mert bár az államforma királyság államformáját fenntartotta ezután is 1945-ig a rendszer, új király hatalomra nem került. Éppen ezért is fontos IV. Károly örökségének, visszatérési kísérleteinek, az ebből származó vitáknak az ismerete. Másrészt meg van egy nagyon érdekes tény. A Habsburgok többnyire boldogtalanok voltak. Az volt Ferenc József oldalán világszép feleségével, hiába kötötte Wittelsbach Erzsébettel Ferenc József szerelmi házasságot. Nagyon hamar ez a házasság egy konvencionális lett, meg is fertőzte nemi betegséggel feleségét, és hát ugye tudjuk, hogy fiúk öngyilkos lett Mayerlingben alig 30 évesen. Azt is tudjuk, hogy IV. Károlynak az édesapja is alkoholista volt, rendkívül problématikus figura, aki alig 40 évesen halt meg. Ő maga viszont szerelmi házasságot kötött 23 évesen, egy olyan házasságot, ami megfelelt rangjának, főhercegi rangjának, a Sixtus Parmai házból származó Zita Bourbon hercegnővel, és ez a házasság megáldott sok-sok gyerekkel, és végig tartott szerelemmel. Károly király halála után Zita, aki még 68 évet élt, soha le nem vetette a fekete ruhát, és hát ugye ma is jelen vannak a Habsburgok, Habsburg Otto egy kiváló európér politikus lett, akinek mind Németországban, mind Ausztriában, mind Magyarországon nagyon pozitív az öröksége, és hát Habsburgok szolgálnak Magyarországon is, diplomataként is jelen vannak a társadalmi életben, csak éppen nem uralkodnak. Azt is tudni kell, hogy ugye II. János Pál pápa, Szent János Pál katolikusok számára 2004-ben boldoggá avatta IV. Károlyt, ami szintén kivételes a Habsburgok sorában, hiszen a Habsburgok sok-sok mindenről nevezetesek voltak, szerencséjükről, uralkodási képességeikről, a családi stratégia sikerességéről, csak éppen az életszentségről nem. IV. Károly ebben is kivételes volt. A háború közepén, egy öldöklő első világháború közepén került a trónra, de kezdettől fogva a béke volt a célja. A jelmondatában is szerepelt a béke kívánsága, és bár megoszlanak a vélemények az uralkodói rátermettségéről, arról, hogy kedves ember volt, arról, hogy meghallgató ember volt, arról, hogy nem volt gőgös ember, és hogy rangjával soha nem élt vissza, de és egyetértés mutatkozik, családjával való viszonya is azt mutatja, hogy nem hiába ment át a szigorú rostán, és avatta a katolikus egyház boldoggá. Csak éppen a paradoxon, ez a boldoggá avatott szentnek minősülő király, ez a boldog házasságot kötő király, talán az egyik legszerencsétlenebb Habsburg volt, ahogy te is említetted a bevezetőben, alig 2 év adatott neki uralkodni, ő alatta omlott össze a Habsburg uralom, az ő uralkodásával szűnt meg az osztrák-magyar monarchia, ez a több évszázados, fél ezer éves közép-európai monarchikus államalakulat, a sok nemzetiségű államalakulat, és hát az ő volt, ugye, amit említettük, az utolsó magyar király, az ő bukásához kötődik a történelmi Magyarország bukása is. Említetted, hogy ő úgy tűnik, hogy egy, hát nem mondtad ki, hogy ő boldog volt, de hogy sok szempontból más mentalitással, életvitellel bírt, mint a Habsburg családban mások. Honnan jöhetett ez, honnan indul IV. Károlynak az élete, milyen neveltetést kap, egyáltalán egyértelmű az első pillanattól, hogy ő trónörökös lesz? Vagy hát uralkodó lesz? Ugye a Habsburgoknál a pragmatika szankció szabályozta a trónöröklés rendjét, ezt még első Károly idején kötötték, és ugye tagozódott a magyar alkotmányba is,
ez szentesítette azt, hogy női ágon is lehet a Habsburgok házi öröklési rendje szerint és a magyar, illetve az osztrák közjog szerint is trónra kerülni. De csak akkor, hogyha még oldalágon sincsenek férfi rokonok. Éppen ezért Ferenc József női rokonai lányait nem örökölhettek. Először úgy tűnt, hogy Miksa, az öcse fogja örökölni a trónt, majd 1858-ban Rudolf trónörökös megszületésekor, hogy fia fogja. Ennek öngyilkossága után ismét ugye testvérére szánt volna, de ugye Károly Lajos a Jordán vizéből ivott, amikor fiát Ferenc Ferdinándot Egyiptomban meglátogatta, és belehalt. Fia Otto főherceg, aki negyedik Károlynak, későbbi negyedik Károlynak volt az édesapja, hát egy igen züllött élet után a családjától elidegenedve szeretőivel élt, 1906-ban meghalt. Ferenc Ferdinánd, aki a trónörökös volt 1914. június végi meggyilkolásáig, viszont ugye a házassága Potek Zsófiával rangon aljuli mézálliansz volt, és éppen ezért ugye az ő utódai, az ő fiai nem örökölhették a trón, így igazából 1906 után, alig 19 évesen már látszott az, hogy Károly valamikor a trónra kerülhet. Ez a helyzet azt is eredményezte, hogy Ferenc Ferdinánd, aki türelmetlenül várta nagybátyának, Ferenc Józsefnek a halálát, és akinek ugye nagyon negatív az emlékezete a magyar történeti tudatban, hiszen a monarchia átalakítására készül, egyfajta trializmusra minimum, tehát a délszlávok politikai jelenlétének megerősítésére, a magyarok politikai szerepének a visszaszorítására. Ő ugye többé-kevésbé IV. Károlyt is beavatta az úgynevezett Belvedere kör elképzeléseibe. Az osztrák-magyar monarchia Ferenc József halála után esedékes átalakításába, átalakulásába. Erre azonban ugye Ferenc Ferdinándnak tudjuk nem volt ideje, hiszen Gavrilo Princip Szarajevóban megölte, és innentől kezdve Károly főherceg, aki egyébként egy nagyon kedvelt, szelíd fiú volt, a dinasztikus szokásokkal ellentétben például nyilvános iskolákba járt, ahol csak bizalmasan fő Károlynak szólították az osztálytársait. Innentől kezdve biztos volt, hogy előbb-utóbb, méghozzá inkább előbb, mint utóbb uralkodó lesz. Ez be is következett. Ferenc József 1916. októberétől kezdve betegeskedett, bár mindennapi munkáját hajnaltól estig, még az élete utolsó napján is ellátta. Bukarestből, ahol katonai szolgálatát teljesítette, hazahívta, még találkozott is az uralkodóval, aki ugye előléptette vezérezredessé, és hát november 22-től kezdve a Ferenc József császár és király halála után ő lett az uralkodó magyar királyát, december 30-án koronázták. Tehát némileg váratlan volt ez a dolog, a hosszú uralkodásnak ugye gyakran megvan ez a hozadéka, említsünk csak egy másik példát, ugye a francia napkirályt, 14. Lajost, hogy nem az uralkodó közvetlen utódja örökli a trónt, hanem valaki, ugye az uralkodói ház távolabbi oldalági dolgaiból jön elő. Az biztos, hogy nagyon fiatalon lett uralkodó, ugye 29 évesen, és a monarchia válságos helyzetében lett uralkodó. Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam. Ez volt ugye Ferenc József mondata, amikor ugye a hadüzenetről szóló parancsát aláírta. Igazából ő meghalt, és a birodalom bukását, háborúban bekövetkezett bukását ennek a fiatal utódnak kellett elviselnie, a felelősséget neki kellett elhordoznia, annak ellenére, hogy IV. Károlynak nem voltak illúziói, ő trónra lépése első napjától kezdve mind belpolitikájában, mind külpolitikájában arra törekedett, hogy a birodalmát átmentse a jövő számára. Ez hát ugye nehéz volt, hiszen az osztrák-magyar monarchia már a világháborúba belépés őszétől kezdve kiszolgáltatott volt nagy szövetségesen Németország hadi erejének, hadi segítségének. Ugye a német ellentámadások mentették meg az orosz gőzhengertől,
a német csapatok segítsége kellett ahhoz, hogy 1916 őszén, amikor Románia hadba lépett a központi hatalmak ellen és betört Erdélybe, Székelyföld déli részét el is foglalta, akkor ugye a német csapatok segítsége kellett ahhoz, hogy kiűzzék innen őket, tehát az osztrák-magyar külön békének, amelyet igen vastag dilettantizmussal rokonai, felesége franciai rokonai révén próbált Károly császár és király megkötni, tehát ez csúfosan elbukott, így tehát igazából nem sikerült a külön béke. Nem sikerült a belpolitikában sem igazából változást végrehajtani. A birodalom föderalisztikus átalakulása, átalakítása, amely ugye már Ferenc Ferdinándnak is elképzelése volt, és amelyet utódja IV. Károly is vallott, hogy stabilizálja az országot, megtartsa a szláv lakosságnak a lojalitását az uralkodóház és a birodalom iránt, elkésett. 1918. októberében az uralkodói manifestumra, amely bejelentette a birodalom föderalisztikus átalakítását, már nem reagáltak. Mind a cseh, mind a délszláv nemzetiségi elitek ekkor már arra törekedtek, hogy önálló nemzetállamokat hozzanak létre, és hogy felbomlasszák a birodalmat. Ekkora az első világháború utolsó őszére már az is nyilvánvaló volt, hogy az antant hatalmak is elkötelezték magukat a birodalom nemzetállamokra való felosztása mellett, bár a közvélemény úgy tudja, hogy ez kezdettől fogva az antant hatalmak célja volt, valójában ez csak 1918 tavaszán, IV. Károly különbéke kísérleteinek kudarca után derült ki, akkor, amikor az antant hatalmak számára világossá vált, hogy az osztrák-magyar monarchia semmiképpen sem tud a vilmosi Németország ellensúlya lenni. És hát a magyar politikában ugye Tisza Istvánt, aki ugye kvázi nádorként, ráadásul egy kicsit ugye pikáns helyzetként, protestáns, református vallású nádorként tette a IV. Károly fejére a koronát 1916. december 30-án. Őt 1917 tavaszán lemondásra kényszerítette IV. Károly, azonban nem tudott megfelelő ellensúlyú politikust a helyére állítani, sem fiatal Eszterházy Móric, aki ugye generációsan is sokkal közelebb állt IV. Károlyhoz, sem a vén, róka, ravasz és felkészült rutinos, de nem a válsághelyzetekre felkészült Vekerle Sándor nem tudta ellensúlyozni Tisza István parlamenti többségét, Tisza István vastakaratát, Tisza Istvánnak az eltökétségét arra, hogy a monarchia végigküzdje a háborút. Éppen ezért igazából a belpolitikában is kudarcot vallott. Ennek lett igazából a következménye 1918. október végén, az, hogy gyakorlatilag a birodalom felbomlott, paradox módon elsőként az osztrák-németek távoztak, utána a csehek, a délszlávok, akik mind nemzeti tanácsokat alapítottak, deklarálták az elszakadásukat a birodalomtól. Legutoljára éppen a magyar nemzeti tanács alakult meg gróf Károlyi Mihály vezetésével, akit ekkor IV. Károly ultranacionalistának tartott. Ő volt az utolsó magyar király által és utolsóként király által kinevezett magyar miniszterelnök, aki 1918. október 31-én telefonon kapta meg Károlytól a kinevezését. Másnap már felmentést is kapott az uralkodónak tett hűségesküttől, és igazából Károly uralkodói jogairól az úgynevezett Eckartsau-i nyilatkozatokban lemondott 1918. novemberében, a magyar trónról 1918. november 13-án, egy érdekes megfogalmazással, amit úgy is értelmeztek, hogy lemondás, de úgy is, hogy csak az uralkodói jogainak a gyakorlásától visszavonul. Minden esetben 1918. november 16-án Magyarországon is kikiáltották a köztársaságot, és ahogy korábban is említettem, ezután bár az 1920 évi első törvénycikk helyreállította a királyságot, mint államformát, de a király hiába kísérelte meg ezt kétszer, hogy visszatérjen a törvényes trónjára, nem járt sikerrel,
és hát Horthy Miklós kormányzóság alatt Bethlen István miniszterelnöksége alatt 1921. novemberében mondták ki az uralkodói jogaitól való megfosztást, sőt, ugye a Habsburg családnak a magyar trónra való alkalmatlanságát is. Említetted az országnak a föderális átalakítását, mint célt. Ez nyilvánvalóan pozitív fejlemény lett volna, hogy ekkor már nem volt, azoknak a népeknek, akik, hogy is mondjam, nem vettek részt a hatalomgyakorlásban, vagy kevésbé vettek részt a hatalomgyakorlásban, de az osztrákok meg a magyarok hogy fogadták, és itt különösen a magyar oldal érdekel, hogy mit láttak a magyarok ebben a tervezetben, és mennyire volt ez egy derültékből villámcsapás, és mennyire volt ez tudott, hogy Károlynak ez a programja. Az úgynevezett Völker Manifest, a népeimhez intézett manifestum, ahogy említettem, későn jött. Ekkor főként a cseh, illetve a délszláv emigráció már igazából elérte az antant hatalmaknál, az ekkor már bizonyosan győzelemre játszó antant hatalmaknál, hogy elismerjék államalkotó képviseletüket, éppen ezért nem lehetett ez náluk sikeres. De az osztrák-magyar monarchiát korábban is, már Ferenc József alatt is, Ferenc Ferdinánd alatt is fenyegette a nacionalizmus veszélye. Gyakorlatilag egyfajta anakronizmus volt akkor, amikor az etnikai nacionalizmusok alakítottak ki államokat, hogy létezzen egy olyan birodalom, ami sok nemzetiségű, és amelynek az alapja a dinasztiához való hűség. A németek, az osztrák-német közvélemény az Anschlussra várt. Arra várt, ami nem valósult meg Ferenc József alatt, hogy a hatalmas Németországgal egyesüljenek az osztrák-németek, és egy nagy német birodalomban élhessenek, és nem egy olyan birodalomban, amelynek ugye a déli végei a Balkánba nyúlnak, a keleti végei ugye az elmaradott szláv népeket egyesítik. Tehát a németek, az osztrák-németek döntő része nem sajnálta a monarchiát. Nem sajnálta a királyt, és azt kell mondanunk, hogy ugyanez vonatkozott a magyarokra is. Ne felejtsük el, hogy bár voltak nagyon jelentős politikusok, akik az osztrák-magyar monarchia a dualizmus fenntartására törekedtek reálpolitikából, ők mégiscsak a kisebbséget alkották. Legjelentősebb képviselőjük Tisza István volt, ám a magyar választók, a történelmi Magyarország dunántúli, alföldi, színmagyar területei szinte mindig a függetlenség úgynevezett 48-as pártra szavaztak, és nem nagyon szerették az osztrák sógort. Éppen ezért Károlyi Mihály is, aki ebből a hagyományból indult el a függetlenségi pártból, a Károlyi kinevezését, az Ausztriától való elszakadást eredetileg nagy ünneplést fogadta. Végre megvalósulhat a 4 évszázados álom, hogy függetlenek leszünk a Habsburgoktól. Amiért a kurucok, amiért Rákóczi, amiért Kossuth hiába küzdött, végre megvalósulhat. Kevesen látták azt, amit ugye Apáti István, aki ugye kolozsvári professzor volt, zoológus, de egyben egy nacionalista erdélyi magyar politikus mondott, kevesen látták azt, hogy a független Magyarország küszöbéről a történelmi Magyarország sírgödrébe visz az út. Elfelejtettük azt, amit Deák Ferenc már 1867-ben, sőt korábban a kiváló és öngyilkos politikus Teleki László kimondott, ha Ausztriával való egyesülésünk megszűnik, azzal Szent István birodalma is sírba kerül. Nem lehetett, és be is bizonyosodott, hogy nem is sikerült megtartani a történelmi Magyarország területi integritását azután, hogy az osztrák-magyar monarchia felbomlott. Az osztrák-magyar monarchia 1918 őszi felbomlása ellen pedig gyakorlatilag nem volt semmiféle tömegmozgalom. Utolsó Károlyként emlegették a korábbi közkedvelt királyt, aki magányosan töltötte napjait ugye Bécs környéki kastélyaiban, míg 1919 márciusában svájci számüzetésbe vonult. Úgyhogy azt kell mondani, hogy bár ma az osztrák-magyar monarchiának, a boldog békeidőknek, ennek a nagyon látványos fejlődésnek, amely ugye a gyönyörű Bécset létrehozta, a gyönyörű Budapestet létrehozta, ennek ma nagy nosztalgiája van, nagy kultusza van,
de 1918 őszén a monarchia lakosságának döntő többsége szabadulni akart ebből. Nagyon érdekes, sokszor elfelejtjük. Woodrow Wilson, akinek nagy kultusza van a csehek, a délszlávok, a lengyelek között, és aki ugye a népek úgymond önrendelkezési jogának doktrinája révén siettette az osztrák-magyar monarchia felbomlását, ő is csak 1918 nyár elején döntött, hogy az osztrák-magyar monarchia fenntarthatatlan, és nem is Thomas Masaryk politikus hatására, hanem azután, hogy találkozott egy amerikai, magyar, jó részt református és jó részt függetlenségi érzésű küldöttséggel, akik szintén a független Magyarország mellett érveltek, és akkor írta meg külügyminiszterének, hogy a magyarok se akarják ezt a birodalmat. Tehát nem akarta senki ezt a birodalmat. Ez gyakran történik meg, hogy valaminek a helyességét, valaminek a jóságát, valaminek a célszerűségét csak azután tudjuk belátni, hogy megszűnt. Csak azután, hogy elkövetkezett a háború utáni káosz, csak azután, hogy bekövetkezett Trianon, csak azután, hogy már visszafordíthatatlanná lett ez a folyamat. Mielőtt megérkezünk ide, azelőtt Károlynak van több békekötési kísérlete titkos tárgyalásokkal, amik aztán, amennyire tudom, kitudódnak és nem lesznek titkosak. Az, hogy 16-ban lényegében uralkodó lesz, és 18-ban jön elő a konföderációs tervvel, pedig, ha jól értem, akkor az egyik fő programpontja és célja volt, amögött az van, hogy először békét szeretett volna, és utána megreformálni a birodalmat? Így van. Tehát ugye úgy kellett lenni IV. Károly, a fiatal császár, mint aki egyszerre akart generációváltást, egyszerre akarta azt, hogy az osztrák-magyar monarchia belső átalakulása megvalósuljon, és hogy külpolitikailag is egyfajta más orientáció következzen be. Tehát hatalmas ambíciói voltak. Talán azt is kijelenthetjük, hogy ehhez nem voltak meg a szükséges uralkodói képességei, intellektuális képességei, akaratbeli képességei. Sokszor mondták azt, hogy mindig arra hallgat, akivel utoljára beszélt, mindig annak az álláspontját mondja, nem volt igazán következetes, befolyásolható ember volt. Leginkább erre a befolyásolásra felesége volt, Zita királynő vagy császárnő volt a képes. De legyünk őszinték. 1916 őszén, 1917-ben a monarchia nagyon rossz állapotban van. Csak az menti meg az összeomlástól, és itt igazából azt kell látnunk, hogy nem a hadi összeomlástól, hanem hát mint államként való működéstől, hogy Oroszország előbb bomlott össze. Ugye az orosz forradalommal, a februári forradalommal, majd az orosz bolsevizmus puccsával 1917 késő októberében, ugye a gregoriánus naptár szerint ugye novemberében, de ez se sokáig. Tehát, hogy az osztrák-magyar monarchia teljes erőforrását próbára tette a háború, már a végén nem volt elég katona, nem volt elég közlekedési eszköz, nem működött igazából a hadseregvezetés, amelyre a legjobb példa az úgynevezett második piavei ütközet, ahol ugye a rivális hadsereg parancsnoki elképzelése gyakorlatilag egy hatalmas katasztrófát eredményeztek az olasz fronton, a fiatal király bele is űszült katasztrofális vereségbe. Tehát a külső körülmények sem tették volna lehetővé. Ha IV. Károlynak emberfeletti képességei vannak, ha ő minden századok legnagyobb politikus királya, valószínűleg akkor sem sikerülhetett volna a birodalmát megmenteni egy ilyen súlyos háború alól, ahol mindenki mást akar. Tehát IV. Károly például szívesen vette volna azt, hogy az orosz birodalom összeomlásával bizonyos lengyel területek az osztrák birodalomhoz kerüljenek. Ennek az elképzelésnek például a legnagyobb ellenfele Tisza István volt. Tisza István és a magyar politikai elit, amely irtózott és húzódozott minden olyan elképzeléstől, amely az osztrák-magyar monarchia területét, lakosságát tovább növelte volna, mivel világosan látta, hogy az csak a magyarság politikai befolyásának a csökkentését eredményezné. Az osztrákok, az osztrák németség, tehát hogy a mai Ausztriában lakók, akik ugye a birodalom katonai, gazdasági elitjének a nagy részét alkották Ciszlajtániában, tehát a birodalom osztrák részén, ők a Németországgal való szorosabb viszonyra törekedtek.
A csehek egy idő után ugye az oroszok, tehát az orosz orientáció mellett voltak, később ugye a francia orientáció mellett. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy volt a széttartó erő, amelyben nem lehetett közös nevezőt találni. Említetted a föderalisztikus átalakítását a birodalomnak. Ennek a legfontosabb kerékkötői és a legelszántabb kerékkötői éppen a magyarok voltak. És ebben teljes egyetértés volt az akkori magyar politikai elit között, bármilyen szakadék választotta el egymástól mondjuk Andrássy Gyulát és Tisza István, Károly Mihályt és mondjuk Bekele Sándort, Aponyi Albertet, mindenki egyetértett abban, hogy egy olyasfajta föderalisztikus átalakításra, amelyben gyakorlatilag a magyar szupremácia, azaz a magyar politikai nemzet elsősége vagy kizárólagossága sérül, történelmi Magyarországon nem is kerülhet sor. IV. Károly a lehető legkülönbözőbb eszközökkel próbálta a magyar politikai elitet erre rávenni. Emlékezetes, hogy 1918. szeptemberében Tisza Istvánt ugye Délszáv körútra küldte, és Tisza meglepődve és keserűen tapasztalta, hogy mennyire lecsökkent a délszláv elitek, horvátok, szerbek, bosnyákok körében is a monarchia iránt elkötelezetteknek a száma és befolyása. Nem sikerült. És épp úgy nem sikerült a Németországtól való függetlenség, nem sikerült, ugye említetted, a Sixtus Pármai herceggel, sógorával révén, titkos diplomáciával, még kormányzata legintimebb tagjait is figyelmen kívül hagyó békekísérlete, mert elbuktatták mind a németek, elbuktatták mind a franciák. Ne felejtsük el, hogy Franciaországban 1917 őszén, a háború harmadik évében, amikor maga Franciaország is nagyon válságos katonai helyzetben van, belpolitikai helyzetben is, hogy mindenütt fellángolnak a lázadások a katonák között, mindenkinek elege van a hosszú kimerítő harcokból, a rettenetes vérveszteségből. Szóval ekkor kerül Clemenceau Tigris a kormányra, aki iszonyatosan németellenes, és hát látja azt, hogy az osztrák-magyar monarchiát nem sikerül arra rávenni, hogy Németország hátát megtámadja. Így igazából nem volt realitása, és hát nem volt ereje IV. Károlynak sem arra, hogy külpolitikai elképzeléseit, sem arra, hogy belpolitikai reformjait megvalósítsa. Ahogy beszélsz erről az időszakról, úgy tűnik, hogy ez a sok nemzetiségű dinasztikus birodalom a nemzetállamok korában Európában, ez igazából eddig is csak Ferenc József miatt, vagy hozzá kapcsolódóan maradt egybe, nem is gondolván azt, hogy az ő politikai tehetsége és akarata, hanem az, hogy 48-49-ben létrejött valami, és aztán 67-ben létrejött valami, és akkor van lehetőség a nagy változásra, hogyha mondjuk uralkodó váltás van. Jól érzékelem, meg jól gondolom, hogy itt a 19. század második felében gyakorlatilag ez a 49-ben és 67-ben létrejött status quo az, ami, és az uralkodó személye az, ami összetartja gyakorlatilag a birodalmat? Igen. Ferenc József és közvetlen környezete mindvégig arra törekedett, hogy a dinasztia iránti hűség legyen az a fajta tengely, amely köré az osztrák-magyar monarchia népei tudnak gyülekezni. Más nem is lehetett, hiszen hányfajta nemzet és nemzetiség élt? Németek, magyarok, csehek, lengyelek, ukránok, románok, szerbek, horvátok, szlovének, olaszok, zsidók, és még fél tucatnyi más kisebb nép, amely ugye követeléseinek a politikai artikulációjáig alig jutott el. Vegyük ide például ugye a ruszinokat, akik sem szlovákoknak nem tekinthetők, sem, ugye, akiket az előbb ugye kifelejtettem a felsorolásból, sem ukránoknak bizonyos értelemben. Tehát ezeknek a népek körében is a nemzetiségi, az etnikai nacionalizmusra való hivatkozás hiába való lett volna. Vallásilag is a lehető legkülönfélébb volt az osztrák-magyar monarchia, bár a legszámosabban katolikusok voltak, és az uralkodó dinasztia katolikus dinasztia volt, és így tartotta számon a szentszék is, mint az egyik legfőbb világi támogatóját. A magyar politikai elitben nagyon nagy befolyása volt ugye a protestánsoknak. Hát gondoljunk csak a Tiszákra. Tisza Kálmára, Tisza Istvánra, akik mind reformátusok voltak. De hát nagyon jelentős ortodox, görögkeleti tömegek éltek, a szerbek, a románok,
az ukránok. És hát ugye a görög katolikusok is külön politikai entitásként jellemezhetők, és 1878 Bosznia-Hercegovina annektálása óta jelentős muzulmán lakossága is volt az osztrák-magyar monarchiának. Tehát nem volt más elv, más principium, mint az uralkodó, illetve az uralkodó ház iránti hűség. Ferenc József tényleg kivételes stratégiai és taktikai érzékkel kormányozta a birodalmát, arra törekedett, hogy a katonai, a legfőbb katonai vezetés, a hadsereg vezetése a birtokában legyen és maradjon. Éppen a magyar közjogi ellenzékkel való folytonos küzdelem pont ebből származott. A magyarok nemzeti hadsereget szerettek volna, magyar katonai nemzeti vezényleti nyelvet. Éppen ezért nagyon sokáig eredményesen szabotálták az osztrák-magyar monarchia hadseregének a korszerűsítését, a felfegyverkezését a 20. század első évtizedétől kezdve, amikor látszott, hogy előbb-utóbb háborús konfliktusban kell megvédeni az érdekeket. Tragikus volt ez a helyzet, hiszen egyrészt a magyar nacionalizmus sikeressége, a történelmi Magyarország integrációja az osztrák-magyar monarchia fennmaradásán múlott, másrészt félszívvel támogatták ezt a német színezetű, a magyar történelemben legalábbis ambivalensen szereplő Habsburg házat. És különböző okokból szinte minden népről, illetve ezeknek az elitjéről elmondható volt ez. Ferenc József sikeressége, hosszú élete és az, hogy már életében legenda volt, tehát meghosszabbította a Habsburg háznak és az osztrák-magyar monarchiának is a fennmaradását. Azt is mondhatjuk, hogy nem volt valós fenyegetés az első világháború előtt a birodalom szétrobbantására. Tehát sokan szeretik a mi lett volna, ha nem következik be az első világháború katasztrófája. Nem tudjuk. Nem tudjuk világosan és 100%-osan azt se kijelenteni, hogy szétrobbant volna a birodalom. Lehet, hogy a gazdaság konjunktúra, hiszen az osztrák-magyar monarchia egy hatalmas nagy belső piac volt, ami jó volt a magyaroknak, jó volt a cseheknek, jó volt a németeknek, jó volt a szerbeknek. Tehát lehet, hogy még sok-sok évtizedig fennmaradt volna. De nem lehetett, mert jött a háború. És ebben a háborúban már szinte az első hónapokban kiderült, hogy a birodalom fennmaradásának a legfőbb oszlopa a hadsereg, főleg a hadsereg irányítása alul teljesít a birodalmi ambíciókhoz képest. Potiorek táborszernagynak az katasztrofális szerbiai hadjárata, amikor egy időre gyakorlatilag kiverik az osztrák-magyar monarchiát Szerbiából 1914 végén rettenetes veszteségeket kénytelen elkönyvelni a birodalomnak a hadsereg. És ugyanez megismétlődik ugye északkeleten, Galíciában, az oroszokkal szemben. Nos, a katonaságnak a gyengesége, az osztrák-magyar monarchia katonai gyengesége az, amely előrejelzi a kudarcot, és ebben csak az akadályozza meg a katonai összeomlást, hogy egyrészt van a nagyon erős német szövetséges, másrészt az, hogy az orosz birodalom hamarabb omlik össze, mint az osztrák-magyar monarchia. Tehát igazából ez volt a legfőbb oka, és hát tényleg térjünk vissza még egyszer. Egy háborút tudja elkezdeni, hogy a birodalom egyik része igazából nem fogalmaz meg háborús célokat. Tehát Tisza István ellenkezés az első világháborúba való belemenés ellen pont ebből fakad. Itt nekünk csak az lehet a célunk, ezt többször ki is mondta Tisza István, hogy megőrizzük azt, ami van. Németeknek volt háborús céljuk. A világ elsőség megszerzése, hogy Németország tengeri hatalom is legyen. Az oroszoknak volt háborús céljuk. Európai befolyásuk kiterjesztése, a Balkán, Isztambul megszerzése. A franciáknak volt háborús területi céljuk, hiszen vissza akarták szerezni Elszász-Lotaringiát, és vissza akarták szerezni Franciaország kontinentális vezető szerepét. Az osztrák-magyar monarchiának ilyen értelemben nem volt, oroszoknak is volt. Ugye meg akarták szerezni ugye a dalmáciai partvidéket, és meg akarták szerezni ugye Tirolnak az olasz lakta részét. Tehát volt egyfajta hasadság abban is, hogy az osztrák-magyar monarchia az imperializmus korában, amikor mindenki terjeszkedni vágyik, igazából nem volt értege a terjeszkedésben. Már Bosznia-Hercegovina annektálása is mély belső feszültségekről árulkodott. Hol lesz a helye?
Az osztrákoknál, magyaroknál végsősoron egyfajta közös kormányzás alakult ki, és törékenyé tetté a birodalmat. Ettől függetlenül azt látjuk, hogy meglepően sokáig állt ellen a hadsereg. Nem omlott össze, és hát ugye csak a legutolsó hónapokban, hetekben, amikor már gyakorlatilag lehetetlen volt a megfelelő utánpótlás, amikor már lehetetlen volt igazából fenntartani a hadsereg moráját, már csak azért is, mert hiányoztak ehhez az alapvető anyagi eszközök, amikor a hátország már olyan rettenetesen szenvedett, hogy teljesen elege volt a háborúból, ekkor omlott össze az osztrák-magyar monarchia. Tehát nem mondhatjuk ki véglegesen, hogy mi lett volna, ha nem lett volna első világháború, akkor is összeomlott volna Ferenc József halálakor. Nem tudjuk. Ez egy olyan dolog, amit magával a sírba vitt, hiszen igazából az első világháborús összeomlás volt az, amely elhozta a dinasztiák végét, de mindenütt, Németországban is. És a dinasztiáknak és a birodalomnak is a végét elhozta. 1918 végére, 19-re úgy tűnik, hogy akkor itt van egy birodalom nélküli uralkodó. Mit csinál IV. Károly? Milyen mozgástere van? Van-e egyáltalán neki mozgástere? Ebben a helyzetben meg tud-e fogalmazni bármilyen célt, amilyen irányban megy? McCartney, angol történész, konzervatív történész, aki kiválóan beszélt magyarul, és kiváló könyveket írt a 20. századi magyar történelmről, és kiválóan ismerte az osztrák történelmet is. Neki van egy olyan mondata, hogy a Habsburgok uralkodni akarnak. Az, hogy hol és milyen népek fölött, az másodlagos kérdés. Tehát bizonyos értelemben Habsburg Károly bukása után is egy mindennél hatalmasabb családi tradíciót követett. Habsburgoknak uralkodniuk kellett. Reálisan erre 1918-19 után Magyarországon volt lehetősége, hiszen, és ez kevéssé köztudott, a kicsi Német-Ausztria, ami szintén köztársaság lett, amelynek kormányzatát az 1920-as évek elejéig a szociáldemokraták vezették, nagyon erőteljesen köztársaságpárti volt. De nem is ez volt a lényeg, hanem nagyon erőteljesen Anschlusspárti volt. Azaz a Németországgal való egyesülés hatotta át az osztrák közvélemény, erre törekedtek az osztrák szociáldemokraták, épp úgy, mint az osztrák nagynémet nacionalisták. Tehát nem osztrák, külön osztrák nacionalizmus volt, hanem nagy német nacionalizmus volt, amelynek nem hiányzott a Habsburg uralkodó, amely ugye útjában állt a nagy német egyesülésnek. Természetszerűleg a frissen függetlenné vált cseh, illetve Csehszlovákia esetében is nem hiányzott a Habsburg uralkodó visszatérése. Ugye a fiatal Csehszlovákia irányítását egy olyan republikánus, szabadkőműves, liberális elit vezette, amelynek történelmi emlékezete mindig anti-Habsburgiánus volt. Ne felejtsük el, hogy 1620-ban a Fehérhegyi csatában megsemmisített cseh függetlenség és az utána következő elnémetesítés a cseh történelmi közvélemény sohasem tudta megbocsájtani a Habsburgoknak teljesen. Magyarországon is érdekes volt a helyzet, és végső soron ez vezetett a Habsburgok bukásához. Ahogy említettem, Magyarországon is nagyon erőteljes volt a szuverenista függetlenségi állásfoglalás, főleg a protestáns elitek, főleg az alföldi lakosság nem látta szívesen a Habsburgokat, viszont az arisztokrácia, a nagypolgárság, ide tartozóan a zsidó nagypolgárság, nagyiparos bankár réteg is, illetve a Dunántúl módos parassága viszont lojális volt a Habsburgokhoz. Ez adott reményt arra, hogy megkíséreljék az úgynevezett legitimisták, ők voltak az uralkodó visszatérésének az legfőbb előmozítói, ezek gyakorlatilag szinte kizárólag katolikusok voltak és arisztokraták, megpróbálták a király visszatérését előkészíteni. Végső soron ennek a kudarca 1921-ben két dolgon múlott. Az egyik az, hogy az utódállamok ellen érdekeltek voltak benne. Csehszlovákia, Jugoszlávia és végsősorban Románia, vagy ugye a nem szomszéd, de mégis érdekelt Olaszország sem akarta, hogy a Habsburgok visszatérjenek, mert egy Habsburg a magyar trónon azt jelenti, hogy egy Habsburg esetleg közép-európai birodalmat akar felújítani. És bár a cseheknél
A németeknél ez nem volt valós támogatottságú a 20-as évek elején, de például a szlovákokra nagyon is hathatott egy katolikus uralkodó, a katolikus szlovákokra, akik nem feltétlenül voltak boldogok, sem egy történelmi Magyarország nacionalizmusával, de épp úgy nem voltak boldogok egy cseh hegemóniával sem. A másikok, tehát az utódállami ellenállás, aminek ugye az elnevezése a Kisantant, ami ugye szövetségbe törömerítette 1921-22 folyamán Csehszlovákiát, Romániát és Jugoszláviát, tehát gyakorlatilag egy gyűrűbe zárta Magyarországot, a belső ellenzék. 1919-20-21 közötti időszakban Magyarországon a radikális jobboldalnak nagyon nagy befolyása volt. Ők voltak Horthy Miklós kormányzóságának a legfontosabb előmozdítói, ők alkották a nemzeti hadseregnek a fegyveres erejét, ők biztosították 1920. március 1-én, hogy a nemzetgyűlés ne Aponyi Albertet, hanem Horthy Miklós válassza kormányzóvá. Nekik nem volt érdekük a király visszatérése, és kijelenthetjük, hogy Horthy Miklós bár kétszínű politikát játszott, szavakban hűséges volt a királyához, akinek annyit köszönhetett. Nem volt érdeke az, hogy miután beköltözött a budai várba, akkor erről az uralomról, erről a hatalomról lemondjon a király számára. A belpolitikában is, tehát legalább annyira erős volt az ellenérzés a politikai elit egy jelentős részében a király visszatérése felé, miközben a hadseregben, mondom, megosztott volt. Voltak, akik Horthy pártiak voltak, úgynevezett szabad királyválasztók. A politikai erőben is főleg a kisgazdák voltak ilyenek, tehát a protestáns gazdapolgárság, és velük szemben kudarcot vallott a legitimista arisztokráciának és a velük szövetséges nagypolgári nagytőkés rétegeknek az a kísérlete, hogy IV. Károly visszatérjen. Ebben azt is látni kell, hogy IV. Károly, illetve a legitimizmus egyfajta liberalizmus, liberálisabb és kevésbé jobboldali uralmat jelentett volna, mint amit Horthy Miklós, mint amit ugye ezek a szuverenista, sokszor szélső jobboldali, sokszor fajvédő, sokszor antiszemita szabad királyválasztók, mint Gömbös Gyula és mások jelképeztek. Tehát a király visszatérésének 1921-ben nem csak külpolitikai okai vannak, mint azt általában a historiográfia el szokta mondani, hanem legalább annyira belpolitikai okai. Megint itt van a kontrafaktuális történelme, a mi lett volna, ha nagy kérdése. Mi lett volna, ha például 1921-ben, októberben, amikor a király egy Junker gépen, egy bátor, szinte vakmerő repüléssel Svájcból Budapestre repül terhes feleségével. Nem Budapestre repült, éppen ez volt a gond, hanem ugye Sopron mellett szálltak le Dénesfán. Ha azonnal a rendelkezésre álló csapatokkal Budapestre bevonul, lehet, hogy a kisantant hatalmai nem tudnak mozgósítani, hiszen nem volt elegendő fegyveres erejük. Láttuk azt, hogy még Kumbéla vörös hadserege is vissza tudta szorítani a csehszlovákokat. Lehet, hogy nem avatkozott volna. Közben lehet, hogy igaza volt IV. Károlynak, aki kapott bizonyos fajta francia biztatásokat arra, hogy próbálja visszaszerezni a hatalmat Budapesten. Nem tudjuk, mivel Budaörsnél a habozó és igazából az erőszakos megoldásoktól irtózó király vereséget szenvedett. Horthy Miklós viszont eltökélt volt, maga ment ki Budaörsre, azt mondta, most én parancsolok, és ha azt mondom, hogy tüzelj, akkor tüzelj, és valóban a főképp egyetemista zászlóaljakból álló önkéntesek tűzereje, bátorsága, és ezzel párhuzamosan a király és környezetének habozása, lassúsága döntötte el azt, hogy a restauráció nem sikerült 1921 őszén. Persze mondhatjuk, hogyha sikerült volna, akkor esetleg bevonultak volna a csehek, de mivel nem sikerült, ezért igazából ennek a kérdésnek a további boncolgatására már csak hipotetikus válaszokkal vállalkozhatunk. Lényeg az, hogy nem sikerült, és IV. Károly visszatérési kísérleteinek kudarca, amelyet ugye a szabad királyválasztók úgymond királypucsnak mondanak,
a legitimisták király látogatásnak mondanak, jelezve azt, hogy puccsról szó sem lehet akkor, hogyha egy alkotmányos király a törvényes trónját akarja visszaszerezni. Szóval ennek a kísérletnek a bukásakor igazából lezárul annak a lehetősége is, hogy Szent István birodalma helyt álljon. Egy protestáns, Horthy Miklós köré szerveződő, etnikai nacionalizmusban revizionista élő Magyarország bizonyosan sohasem tudta volna önerejéből visszaszerezni a történelmi Magyarország határait. Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál ideig, a digitális legendáriumot megtalálod YouTube-on, valamint Facebookon, ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor arra kérlek, hogy értékeld ezt az adást, hogy minél többekhez eljussunk, és ha tetszett, akkor oszd meg. Párhozzád az utolsó záró kérdésem az az, hogy van-e IV. Károlynak kitapintható öröksége, van-e olyan, ami akár Magyarországon, akár európai vagy nemzetközi szinten tőle indul, és máig van hatása? Olyan értelemben, hogy egy bukott király, egy bukott uralkodó nincsen. Bukása szimbolizálja annak a fajta dinasztikus Kelet- és Közép-Európának a végét, amelyet éppen az első világháború hozott el. Viszont a Habsburg család meglepően feltápászkodott, feltámadt ebből a bukásból, és a Habsburg mítosz részben táplálkozva Károly életszentségéből, rokonszembes egyéniségéből, fiának Habsburg Ottónak a karizmájából, továbbra is jelen van, így vagy úgy, a magyar és a német nyelvű közép-európai életében. Van kultusza Magyarországon is, bár elég szűk, és hát a katolikus egyház kanonizációs eljárása révén a katolikus egyház is számon tartja hősei életszentséget magas fokon gyakorló boldogjai között. Ilyen értelemben azt tudnám mondani, hogy politikai öröksége nincs, de mentális öröksége, a Habsburgok mentális öröksége pontosan egy tragikus végű uralkodó, egy tragikus halálú, fiatalon elhunyt, rokonszenves uralkodó révén továbbra is megvan, és továbbra is hat. Hatos Pál, köszönöm szépen a beszélgetést!